szeretném venni és olcsó játékokat, akkor csekkoljátok le a g2.com-ot, a link a leírásban. Sziasztok! Csekkoljátok le most a shopomat a különleges Pégit és Danis termékekért, és akár most engem is megkaphatok, hogyha szeretnétek. Link a leírásban. Ja. Na és itt van velem kisebb videóban. Csá! 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 Én nekem menőbb a csám. Ne üt a... Csá! Hallod? De... de csá! Ajá! Ajá! Kis! Kis! Csá! Csá! Na, csá! Ne csázzál nekem csá! Itt! Ajá le csá! Inkább! Menj már arrébb! Ne... Kis! Azt akarod, hogy... Jó, akkor ez egy medencés videó lesz, jaj de jó, itt vagyok a vízben, jaj de jó. Na, leálltál végre? Igen. Nagyszerű. Szó... Kis? Nem hiszem el, na. Szóval ebben a videóban nem más lesz, mint hogy elmegyünk, de kis, ne ütöges már, légy szíves. Kis, ne ütöges már, légy szíves. Nagyon jó. Kis! Kis, te... Kis, 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 kis. Légy szíves, köszönöm. Na, szóval, itt vagyunk egy következő videóban, sziasztok. Hello. Na, igen, itt van velem, kis, juhú. Hello. Hello. Na, nem más lesz, mint találtunk egy nagyon-nagyon különleges piramist, amire azt mondták a falusiak, hogy ez egy nagyon-nagyon különleges 5000 éves ilyen cucc, ahol nem járt soha senki elvileg, vagyis valamikor biztos járt valaki, csak nagyon régen. Szóval, ja, és mi most ezt fogjuk felfedezni a Minecraftban, remélhetőleg nagyon-nagyon izgalmas és érdekes dolgokat fogunk találni. Kezdjük ott, hogy most sorakból kezdődik a külseje, szóval, ja, alapból elég érdekesnek tűnik. Viszont srácok, hogyha ti esetleg még akarjátok, hogy mi van ebben, meg akarjátok tudni, vagy esetleg akartam minket bíztatni, akkor minden fogjuk dobni egy lájkot és egy feliratkozást erre a csatornára, és erre a videóra egy lájkot, és írjátok be a kommentbe, hogy akartok ilyen videókat, meg stb. Vagy milyen videókat akartok. 3-ra, 1, 2, 3, BAM! BAM! Ja, így van, na ügyes vagy, végre, végre kis, na. Szóval, menjünk akkor be, és felezzük fel ezt az egész cuccot, hogy vajon mi lehet itt bent. Nem tudom, úgy én... Itt piros gyapjú van. Szerinted a piros gyapjú mögött lehet valami? Az azt jelenti? Ó, Dani, milyenek a falak, nem látod ilyen creeper fej? Ja, hát látom, igen, ilyen creeper fej. Ezt szerintem még a őseink varagták ki. Ki tudja? Lehet, hogy kutya őseink voltak. Ki tudja? Nem. Nem? De neked nem. Biztos? De neked biztos, nem? Nem. De igen. Na, Istenem, na jó. Gyere le! Gyere, hova mész? Hol vagy? Kis! Na, itt vagy. Jó, nyugi. Na, szóval, nézzük meg, hogy miért van ez a piros gyapja mögött. Lehet, hogy itt van, mit tudom én, mikik vannak, Ramses kincse. Ne, ragd már, visz, mit csinálsz? Na, de, jaj. Is, mit csinálsz te ott? Ja, semmit, na igen. Na, mi ez? Labirintus. Hoppáré, labirintusos dolog van. Ott, oké. Okay. Találtam egy, diakardot, meg egy, még négy ópialmát. Wow, elég menő. Na, oda menj, bocs, bocsi, nem akarodnak lerökni, mondjad, mi az? Jó van, na, ott van még egy láda, mi van abban a ládában? Nem tudom kinyitni. Hát, mert rosszul csinálod, várjál. Nyugi már, jó, na, szóval, milyen tudom, hogy kell szállát kinyitni, kérlek szépen, így kell kinyitni a ládát, így kell kinyitni a ládákat, na, szóval, van egy dia melles, meg egy dianaci, wow! Na, szóval. Hogy jutottál te oda be? Merre mentél? Itt erre, nézd, erre! Igen, jó, megvan, megvan. És ugye? Oké, okay, jól nem vagyunk, király. Ja. Nem tudom, hogy még merre kell menni. Erre, nem? Itt amúgy már nincsen láda, vagy itt van láda? Van, nincs van. Már ott mi van ott bent? Nem tudom, ott van valami lávás cucc. Itt valahol lehet menni, szerintem. Valahol lehet? Ja, ugorj! Ugorni kell? Jaj, Dani, esbe láda! De... Kell neked halálja eszteni engem? Na! Igen! Meg kell találni a beutat. Vagy mindjárt meg le... Kis! Lopod az utcaimat. Kis! Oké, jó van. Jó opia már lehet, na. Nekem legalább van egy full gyémánt szettem. Na, azért mindig itt. Na, már nekem is van cuccem. Van cuccod? Hol van cuccod? Na, hoztam haza. Vaj, otthonról. Azt hoztál, hoztál, otthonról, mit hoztál? Jó vasszettet? Na, az is valami. Jó az. És várjál már, hogy az én vasszettem legalább. Aha. Ja, mi király? És nem azt mondom... megvan! Ha meg itt lent, mi ez? Jézusom! Nem tudom, menjünk le! Mi? De várjál már, először át kell gondolni! Áááá, kis! Áááá, mit jelent? Mi ez? Ez jó, jump, nem? Ez a jump? De, mi
nézd már körbe, kis! Hát mi vagyunk? Ez az elveszett falu! Ez a Minecraft smaragd elveszett falu, cucc, izé! Hallod? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy legenda. Elvileg több ezer évvel ezelőtt az őseink egy ilyen nagyon izé durva lenti smaragd falukban éltek, és elvileg így élték túl az ilyen hatalmas nagy ilyen apokalipszisket, meg ilyenek. És tényleg létezik az elveszett smaragd falu! De milyen apokalipszisek? Hát mindegy, a lényeg, hogy az ilyen túl ilyen nagy durva ilyen kialásokat, meg ilyeneket úgy élték túl az őseink, hogy ilyen durva ilyen smaragd faluban éltek lent konkrétan a föld alatt. Vagy nem tudom. Nem osztam csákány, de tényleg nem osztunk csákány, jó, de most nem azért, amúgy elvileg van egy legenda, hogy elvileg itt, hogy átok is van, tehát hogy ez elvileg nem csak egy ilyen nagyon. Nem van kis, nézzünk át valami házakat, vagy nem tudom. Jó, nézzük! De kár, hogy nem osztunk csákány. Ja, amúgy eléggé kár, na mindegy. Hát, ja, jó lenne igazából bányázgatni, meg ilyenek. Mindegy, a lényeg, hogy van valami átok ebben a faluban, azt mondja így a legenda, hogy elvileg, hogyha te innen cuccot lopsz, vagy nem tudom mi, akkor elvileg elátkozott leszel. Várj, megnézed ezt a házat. Jó, van, nézed meg az összes házat, tehát nézzük át az összeset, mert lehet, hogy találunk valami csákányt, vagy nem tudom. Ó, itt egy láda, Dani. Láda? Várjál. Redstone-tor. Mi ez? Démonidéző. Biztos, hogy jól tudod azt a ládából kivenni amúgy? Nem tudom, de figyeld, eldobom. Oké, okay, dobd el. Hopp! Nem történt semmi. Jaj! Tani! Te hallod? Ott van valami démon. Mi van? Vagy nem tudom mi az, amit te megint, de te idézted meg, mi idéztél meg ilyeneket is? Gyere ide! Hallod? Ne, 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 ne! Ne, engem akar! Hát látom, hogy téged akar! Hát, Dani! Miért idézted meg, kis? Miért kellett? Hallod, nyugi már, na, kis! Kis! Halló? Kis! Velém vett a villám! De! Kis! Mit csinálsz? Nem kis vagyok! Kis! Mit csinálsz? Mit csinálsz? Hogy repülsz? Mit csinálok? Ha-ha! Egyéb az egész falu! Mi van? Kis! Hallod? Állj már le! Gyertek ide, rombolódj! Mit csinálsz? Kis! Jézusom! Kis! Kis! Hallod? Álljál már le! Mit repülgetsz? Hogy jól vagyok! Itt vagy! Szia! Mit csinálsz? Mi? Hogy kerültem ide? Előbb még ott repültél, meg dobálóztál. Én? Igen, te! Hogyan? Nem tudom, felszálltál, elkezdtél tüzeket dobálni. Te viccelődsz velem? Nem. Jól van, szerintem tartsuk meg azt a két lépés távolságot, én kicsit félek tőle. Kezdjük is el! Mi csinálsz? Aaaaaaah! Átvert, nem tudom. Kis! Hallod? Hogy repülsz? Gyertek ide! Szálljál már le! Hallod? Gyertek ide, falusiak, mi meghaltok! Szállj már le! Hallj már le, mit csinálsz? Nem erről volt szó! Hallod, nem ezt kéne csinálod, kis! Kis! Állj már meg, na! Mit csinálsz? Kis! Kis! Itt vagy? Kis! Itt vagyok! Mi? Hol vagy? Megint itt hol vagyok? Mit csinálsz? Előbb megint itt felszállt és tüzet okáttál, meg villámoztál össze-vissza! Én? Te mit csinálsz? Komolyan! Nem tudom. De mi történt? Hát, de tudom is, hogy mi történt? Mit csinálsz? Vérek potikat dobálni, nézd meg! Ne már! Kis! Állj már le! Hallod, de nem vagy normális! Komolyan mondom, na! Állj már le! Kis! Kis! Nem állok le, Istenem. Na jó, de kis, figyelj már! Hol van az óra, amit felvettél? Vagy nem tudom? Hallod? Kis! Na, itt Dani, itt! Kis! Normális vagy? Magadnál vagy? Na! Magadnál vagy? Na, igen! Oké, felpofozzak, gyerünk! Paf! Nem tudsz megütni, De, Istenem! Ne már! Kis! Állj már le! Megölöm a falut! De ne öld meg a falut, nem áll, de... Fú, nagyszerű, jó, megtaláltuk végre az ilyen izé állított falut, meg minden erre meg akarod ölni, meg ilyenek, na! Állj már meg, kis! Állj le! Nem tudsz megütni! Mondjad már, Dani! Dobd el az órát, Kicsálom az órát, eldobtam, azzal idéztem meg! Akkor hol van az óra? Meg kell találnunk a szórát, hogy visszacsináljuk. Jó, nem. Keresik! Várjunk! Öljétek, szolgáim! Ne! Öljétek! Kis, legalább segíts már, ha már ilyen nagy gonosz erő vagy! Ne! Hallod? Ne, kis! Öljétek! Ne öljétek! Léci, PLS, te már! Jó, de már ne, én jó vagyok! Léci, nem már! Nem hiszem el! Kis! Állj már le! Kis! Öljétek!
Ki is nem kap sushit? Hallod? Nem lesz ebből vacsora? Sushi? Ki mondott itt sushit? Én! Nem fogsz kapni vacsit! Csak szólok! Hogyha ezt csinálod tovább! Jó van? Na Dani, na. Akkor tényleg keresi meg az órát, mert fú, nagyon rosszul érzem magam. Hol lenne már? De hallod, hallod, segíts már a zombik ellen, meg ilyenek ellen! Jó, segítek, nem segítek! Ne, de te segíts! Segíts! Jó, oké, kösz, oké, köszi a segítséget, köszi! Oh, na jó, van, keresi meg az órát, hol dobtál, kis? Meghalt! Nem már! Hol dobtál az órát, kis? Hol dobtál az órát, kis? Kis, nem kis, tudom. De... Na jó, oké, keressük meg. Lehet, hogy van más kóra is, ahogy ebben a faluba? Nem tudom, keressük már meg. Kis, nyugodjál lefele, nem hiszem el! Istenem már! Na, meg van az óra! Ne! Kis, nyugi van! Ugye, dobom, meg sem esti. Ez az! Jó, szép nőtte az órát! Ne! Kis! Nyugi van! Kis! Haló! Kis! Nyugi van, magadnál vagy? Kis? Jó, oké. Okay. Kis? Itt na, vagy? Dani, ki az? Mi van, oké? Okay? Hú, vagyok. Hány ujjam tudom? Na, egy. Nem tudom, az gond nincs ujjam. Oké, okay. Biztos, hogy magadnál vagy? Végül tört az átok? Na, de egy már húsikát éjes vagyok. Hát konkrétan kellett neked felvenned azt az órát, meg megtizélned az átkod, miközben mondtam, hogy van ilyen átok. Óra? Ja, hát nem, az volt rá, hogy Dézon... Émi idéző? Démon idéző, igen, jó. Ha, igen, az. Mindegy, nem tudsz olvasni, tudtuk, de mindegy, srácok, megtörtük az átkot nagyon nagy szerencségre. Szerintem eltűnünk ebből a faluból, inkább, hogy többet ne történhessen ilyen. Na, nem, inkább... ilyen. Milyen? Igen. Gratulálok. Szóval szerintem srácok, inkább eltűnünk ebből a faluból, hogy soha többet ne történhessen ilyen, és nem szólunk senkinek erről az egészről. Szóval srácok, köszönöm, hogy itt voltatok velem ebben a videóban, ha tetszett, dobjatok egy like-ra, szokfál, minden, és találkozunk a legközelebb. Én Dani voltam, és itt voltam. Sziasztok!